A nagy meleg kifejezetten igénybe veszi a testünket, így különösképpen oda kell figyelni azokra a dolgokra, amiktől csökkenhet a hőérzetünk. Bár az elmúlt néhány napban csökkent a hőmérséklet, a jövő héttől ismét kánikulára kell számítani. Déli Károly házi orvos szerint csodás az emberi szervezet, hiszen a mínusz 20 fokra és a 40 fokra is remekül reagál. Azt azonban hozzátette, néhány apró dologra érdemes figyelni, hogy elkerüljük az esetleges problémákat. A folyadékot pótolni kell, pótolni kell, pótolni kell. E, és ne sima vízzel pótoljuk, mert az gyorsan kizadjuk, az gyorsan távozik a vesén keresztül, az nem marad meg a szervezetben. E, koncentráltabb gyümölcslevekkel, lédús gyümölcsökkel, mint a dinnye, barack, ilyeneket, rengeteget fogyaszt. Ami fontos napközben, ha van rá lehetőségünk egy-egy zuhany, egy-két meleg, langyos, sőt inkább a meleg felé hajló zuhany, az jobban hűsít utána, amikor kiszállunk egy forró zuhany után szinte Szinte, szinte hűvösnek érezzük a körülöttünk levő levegőt. A legtöbben pedig megfogadják a tanácsokat, és ha lehetőségük van rá, a strandon hűsölnek. Én betartom, mert én egy agyvérzésbe lerokkant hölgy vagyok, nekem be kell tartani. Úgyhogy én hűvösbe, meg nem forró vízbe, és nem sokat tartózkodni a napon. Emellett pedig az is fontos, hogy délelőtt 11 óra és délután 3 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Öltözéskor pedig a lenge, világos ruházatot részesítsük előnybe. A lakásban töltött időt is komfortosabbá tehetjük, ha zárt ablaknál, lehúzott redőnyel, sötétítővel, esetleg klímával vagy ventilátorral hűtjük a szobákat. A nyári kánikula a fiatalabbakat is megviseli. Szűgyőrzit a gyermekorvos kiemelte, a gyermekeknek nincs szomjúság érzetük, és a legtöbb esetben nem izzadnak. Azonban náluk is nagyon fontos, hogy a folyadékot folyamatosan pótolják a szülők. Ha mégis úgy érezzük, valami probléma lehet a gyermekkel, a következő jeleket kell figyelni. Kezdetben egyre nyugtalanabbá válik, sírdogál, nem találja helyét, kezdetben izzad, verejtékezik, kipirosodik a bőre, van úgy, hogy még a folyadékot se akarja elfogadni, hiába itatjuk folyadékkal. A későbbiek során, hogyha az állapota tovább romlik a babának, akkor tehát cianótikussá válik, hidegverítékezik a bőre. Persze, ha már ilyen állapotba jutott, akkor már kórházi kezelést is igényel. A gyermekek többféleképpen vigyáznak a szervezetükre nyáron. Szoktam menni tengerpartra, most is megyünk apával, meg fagyit enni. Én szeretek hősölni, vízi bombázni és biciklizni. A hőségriadó idején a szív- és érrendszeri betegeket viseli meg leginkább a meleg. A hatvani mentőállomás dolgozóinak szerencsére az elmúlt napokban nem volt több munkájuk, mint egy átlagos napon.